Üdvözlöm, és a legjobb akart. A mai videómban az áprilisi kamuformer hónapot folytatva harmudasan be nektek a transformerek egyik legnagyobb ősi ellenségétől, mégpedig nem más, mint sem Góbot Stacks. Igen, szóval a transformereknek réges-régen volt egy ősi nevezése, a Gobots széria, mely még a Transformerek előtt jött ki, ezt mind a tíz Gobot rajongó tudja, hogy igen, még egy pár hónappal a Transformerek előtt jelent meg ez a széria, minek keretén belül, az, ha jól tudom, a Tonka nevű gyártó hozta ki ezt a szériát, melyben robotok alakultak jár művekké mindenféle formában, színben és méretben. Ezek közül ezen példány nem más, mint sem Stax, akinek a Stax az oldalán látható kipfogó stacket jelenteni, ami sajnos ezen példánynak nincsen meg, de tekintve, hogy egy több mint 40 éves figuráról van szó, talán megbocsáthatjuk neki. Mindezek ellenére, ahogy láthatjuk, egy igen, csak klasszikus kis uh, hat kerekű kamion, mégpedig lenn pontosan megnéztem a típusát, amit biztosan nem néztem jól, de egy International Transstar 4300 égül típus alapján lett modellezve Stax. Szóval igen. Nos, mi előtt én még itt körbe pörgetném, hadd meg ezt stílusosabban ezen asztalon. És ahogy látszik, Stexnek Szerencsére a legtöbb matricája ép, tehát ez is azért ritkaság, hogy ilyen régi matricák meglegyenek egy figurán, ilyen éppen, de tekintve, hogy ők, nem egy transformer, vaha, ezért talán érthető, hogy miért is, de igen. Nos, mindjárt megjegyzek egy jó is apróságot, de előtte vegyük le ők elmét a forgó asztalról. Nos, miután ez megtörtént, ugye, meg kell jezzem, hogy ennek a figurának néhány eleme, Diecast, azaz öntött vas. Erre mindjárt kitérek majd, mikor is az átalakításhoz kitérünk. Ámbátor előtte nézzük is meg Stax mérteit, kedvenc Lego emberkénk és Lego technik mellett. Nos, mértelányok szempontjából jelen esetben kizárólag Lego emberkénknek lenne esélye arra, hogy beleüljön ő kemébe, bár még ez se nagyon biztos, mert hogy láthatjuk, hogy belülről bizony ki van töltve ez a belső rész, szóval ez az ülésrend elmarad. Nos, kivéve őket a képből kivételesen, képbe hozhatjuk kedvenc mérőmanunkat, kivel megállapítjuk, hogy teljes hosszúsága őkelmének 13 cm-es, magassága szempontjából őkelme 5,5 cm-es, szélessége pedig nagyjából 4,5 cm-es. És miután meg a legfontosabb egyéb adatokat, térjünk is ki a figurának az átalakítására. Nos, ehhez képbe vesszük Stexet, és elkezdjük az átalakítást az első lépéssel, melynek során lehagyjuk a figurának a két fém lábát. Mind a két lábszár, így egészen idáig, fémből van. Szóval ez egy nagyon klassz részlet. Ezt követően összehajtjuk ezt a két részt, és ezt az egész részt lehajtjuk, majd a jármű a lábait előre hajtjuk. Ha ezzel meg vagyunk, megfogjuk és felhajtjuk a fiának a két kis lábfejét, így már saját stabil lábakon át, ez egyik legfurcsább pseudo átalakítási formában, de ez nem a befejezett jármű, nem a mód, hanem még annak a fele, ugyanis ezt követően megfogjuk és lehajtjuk az ő egyik, illetve másik kezét, és befejezés gyanánt előrikkentjük az ő fejét a következő mozdulattal, így, né. Szóval igen, <laughs> íme Stex az ő teljes átalakított robot formájában. Ja, még bocsánat, 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 bocsánat. Szét kell húzni a lábakat, és így azért mégiscsak egy sokkal menőbb robot módunk lesz, szóval azért ne hanyagoljuk el. Így, és íme itt van előttünk, Gubot Stex a maga teljes mienségében. Stex teljes dicsősége láttán nehéz megérteni, hogy az emberek mit láttak bele abba a nyomvat Transformer szériába, mikor olyan csodás figurákat is kaphattunk volna állandóan, mint semmi Stex előttünk, hát láthattuk volna ők elmét Michael Bay rendezésében, mikor felrobbantja a csinos lányokat, vagy éppen elfuvarozza a srácokat, vagy éppen legyőzi a gonosz földi robotokat, vagy hasonlókat csinál, de igen. Szóval látható, hogy ők kemény, rengeteg, dí rengeteg is díszes, krómos rész van, tehát azért ebből a szempontból nem hiányzik a figura, és ugye ez az a rész, ami leginkább előtűnt, ez a melkas páncélzat, de összességében el van ez a pumpf, amit egy Transformer figurától az ember úgy elvárna. De hát ugye ez azért egy GoBot videó, és nem egy Transformer videó, mert hogy róla van szó, és igen, szóval mit ne mondjak, van rajta mit megkérdőjelezni, de tagadhatatlanul is a Transformer történelem része ez a figura is, ez a széria is, annak ellenére, hogy nem tartozik közvetlenül bele. De közvetlenül mellé rakjuk Lego emberkinket és Technik emberkinket, kiket méltalányi szempontjából szoktam melléjük helyezni, annak ellenére, hogy Technik emberke is már a Lego figurák egy holtágjába tartozik, lévén már a 2000-es évek elejétől már nincsen gyártásban. 2002 volt, az utolsó éve, de erre ne technik sajnálatos múltjára, hanem hozzuk képbe kedvenc mérőmonunkat, kivel megállapítjuk, hogy Stex robot módban való teljes magassága, szinte pontosan 15 cm-es, váltóvállig való távolsága nagyjából 8,5 cm-es, mélysége a figurának pedig, lássuk csak, nagyjából 5 cm-es. Igen, igen, közelebbről megnézve Stexnek a fejét, Láthatjuk, hogy őkem sajnos egy kicsit üres fejű, tehát igen, nincs túl sok gondolat benne, és még egy matrica sincs benne, és eredetileg sem nem volt benne, hogy valami arcot imitáljon rajta, szóval ebből a szempontból szegényként eléggé hiányos, de amit arcban hiányos, azt bepótolja ezzel a rázsazattal, melyet egyesetlen tekinthetnek az ő arcának, és hogyha ez így van, akkor a figurának már is egy sokkal érdekesebb testalkata van, mert akkor nem ez a feje, hanem ez a feje, és akkor egy ilyen görnyed testtartásban áll a figura, amivel talán sokkal karakteresebbé válik és most, hogy így nézek rá, így hirtelennyében, talán érdekesebb is, mint eddig, hogy eznek, ezt gondoltam a fejének, talán van egy is sapkának is, és akkor sokkal barátibb lesz, de első pillanatra és gondolatmenetre ez gondolná az ember a fejének, ami ugye a logikus lenne, de logikusan ezek a figura kezei, és ahogy láthatjuk, hát szegény kialakítása véget, ezek mondnánk racsnisak eléggé gyöngéren, de képes és stex nagyjából előre hátra tudja mozgatni őket kicsikét föl és vissza magától, könyöke ennyire hajlik, illetve szinte teljes mértékben, de igen, ezért nem rossz, sajnos a lába előre nem hajlik, és hátra is limitáltan mozgatható, és hát ez se feltétlenül a legpózolhatóbb, mert hogy, de ne, a, nem, <há> na még egyszer, na, próbáljunk meg egy akciópózt, fuaaah, így, ne, meg lesz, meg lesz ez, és ah, a micsoda dinamikus akcióhoz, bemozgom hozzá a egy fú, igen, abszolút dinamizmus. 2026 nyarán jön ki a góbot film, lehet felkészülni rá, tuti biztos elsöpör mindent, majd égen. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Hát őkelmét azért szereztem be, hogy meglegyen egy érdekesség egy góbot figura is a gyűjteményemben, és őkelme volt az első, aki felbukkant, így meg is lett. És azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy érdekesség, teljesen jó. Mindezek után pedig... Köszönöm, hogy megnézted a videómat, amennyiben tetszett, kérlek hagyj lájkot, like amennyiben pedig hallottál-e a Góbot szériáról, és amennyiben igen, van egy kedvencer, betartozod-e ebbe a tíz magyar emberbe, aki ismeri a szériát, akkor kérlek hagyj egy kommentet, és amennyiben ilyen is hasonló videókra vagy kíváncsi április, hónap folyamán meg a röget, utána pedig klasszikus transformer bemutatók következnek majd, de addig is kívánom nektek a legjobbakat a továbbiakban is, és sziasztok!